a munkások között. Legjobban akkor érzi magát Palkó, amikor egy időre elhagyhatja a fényűző termeket, s elmehet apuka gyárába a munkások közé. Szervusz, bácsi, hogy van? Szólítja meg a gép mellett dolgozó munkást. Szervusz, Palkó! De azt hogy vagyok, csak akkor mondom meg, ha helyesen kimondod. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Jépa jettek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Nem jó, mondd ki, rrrr, vii. Na látod, egy kicsit már megy is, csak még jobban pergesd a nyelvedet, így, rrrr, rrrr. Jól van, kitűnő, csak most már el ne felejtsd. Gyakorolt sokat, nehogy a végén pösze maradj. És most már megmondja, hogy van? Meg hát, két nap rosszul, a harmadikon még rosszabbul. És mi van rosszul? Azért, mert neked meg az apukádnak nagyon is jól megy a sorotok. Palko nagyon szereti a munkásokat. Gyerekek helyett ők a barátai. Gyerekek közé ugyanis nem engedik. Valahányszor engedélyt kap, hogy kimehessen, hozzájuk szalad. Ide-oda jár a futószalag mellett, s faggatózik, hogy ki mit csinál. A munkások meg jó szívvel felelnek neki. Szeretik a kotnyeles kisfiút, tudják, honnan került a gyároség házába. El is nevezték Bütyöknek. Kormos bácsi, miért hány annyi szenet a kemencébe? Áll meg Palkó a fűtő mellett. Hogy jó erős legyen a tűz. Talán csak nem fázik, hiszen itt nagyon-nagyon meleg van, Kormos bácsi. Nekem nem kell a meleg, feleli a fűtő, s már megint kinyitja a kemence ajtaját, és széles lapátjával fényes fekete szenet dobál a tűzre. A kemencéből vakító fény csap ki, hogy Palkó a szeme elé kapja a kezét, és hátraugrik. Különben megperzselné a nagy forróság. Ennek a maszatos bácsinak meg milyen közel kell állni a kemencéhez, amikor rárak a tűzre. De hiszen meg is égett már szegénynek az egész arca. Egy szál nem sok, annyi sem maradt a szemöldökéből. Hát még a ruhája. Fekete, mint a szén, és fényes, akárcsak Palkó lakcipője. Kormos bácsi, jól jár itt ez az óra? Milyen óra? Az volt, amelyikre éppen ránéz. Nem óra az, gyerek, hanem manométer. Az meg mire való? Hát tudod, a dolog úgy áll. Én rakom, hányom a szenet a kemencébe, hogy erősen égjen a tűz. A kemence fölött vízzel teli katlan van. A katlanban a víz forr, zubog, és átváltozik gőzzé. A gőz keresi az utat kifelé, s mivel másfele nem mehet, hát a hengerekbe tódul. Ott azután rázódul a dugattyúkra, nyomja, löki, mozgatja őket. A dugattyúk kerekekre kapcsolódnak, a kerekek pedig szíjáttételekkel a gyár valamennyi gépével össze vannak kötve. Így jön mozgásba a futószalag, s a futószalakon dolgozó munkások gyárthatják az árut. Értem, mondja Palkó. De mire való az a manométer a katlanon? A manométer azt mutatja, hogy mekkora a katlanban a feszültség, hogy milyen erővel nyomja a gőz a dugattyúkat. Értem, értem, bólogat Palkó buzgón. Dehogy is tűrné el, hogy holmi falusi fajankónak tartsák. Így a fiúcska fokozatosan kifürkészi a gőzgép valamennyi titkát. Megtudja, mire való az a számtalan különféle rút, cső, kerék, fogantyú. Tudja, hol mit kell elforgatni, hogy a gőz sziszegve kitörjön, s mit kell meghúzni, hogy hangos bődüléssel felüvöltsön a gyári sziréna. A kormos fűtő pedig nyakra főre dicsérgeti kis tanítványa buzgalmát, s meg-megsimogatja buksi fejét érdes, mint a vas olyan erős kezével. Palko örül a dicséreteknek, meg a simogatásnak. Nem bánja, hogy a fűtő keze nyomán fekete foltok maradnak az arcán, és olaj és vas bűze érzik rajta. Bezze gondolodik ettől a gyárosné. Tiltja is a kedvencnek minduntalan, hogy a gyárba járjon, ahol bepiszkítja magát. Sehogy sem érti, hogy érezheti magát jól Palkó azok között a szúrtos munkások között, hiszen itt a szobákban minden olyan tiszta, szép és kényelmes. Hogy lehet csak, hogy ez a fiúcska nem marad meg itt, nem üldögél naphosszat békés nyugalomban ő vele.